Sziasztok! Peresen vagyok éppen itt, Nedró Gyurival. Ott. Mielőtt még tovább mennénk ebbe a videóba, légy szíves, iratkozzatok fel a csatornára. Ha meg lesz a 10 000 feliratkozó, akkor ígérem, többet nem kérem. Utána azt csináltok, amit akartok, csak le ne iratkozzatok. Na hát, ez már a nap vége, arc. Nagyon jó idő volt egész nap. Nem fáztunk. Csak kicsit, gyönyörű hóesés egyébként mindenhol. Úgyhogy örülök, hogy itt voltam. Ja, de ez már akkor búcsúzó lenne, nem? Most kezdődik. Na és akkor segítesz ebbe az évbe? Persze. Van ez a Texas Rig, ez ismered amúgy? Aha, igen. Ez jó ehhez? Aha, jó. Ja. Teljesen jó. Na és akkor ezt úgy tűzzük, hogy be az elején, gyorsan vissza le. Aha. Teljesen behúzod. Na. Visszafordítod felfele. Aha. És nagyon megzett, hol jön ki a horog. És ott így. Átszírod a hasát. Azt a... De jó. És ott na, aha, ezt is tudom most már. Még ebbe is segítesz, mert persze. Tényleg nem szoktam ezzel pecázni. Itt mindig lefele fúzó, ha a farka lefele van. Aha. Ott megtűzöm. Kibújtatod. Behúzod vissza, visszafordítod a horgot. Nagyjából menzed, hogy hol fog kijönni a horog. És akkor úgy szúrod be. Na, lefagyott kézzel. Király. Picit mellé tűztem, de én megszoktam ilyenkor igazítani. Aha, aha. Jó, tökéletes. Köszönöm szépen. Ugyan már. Köszönöm. Időjárás, hol barátunk most? Hát... Horgáztam már jobb időben is, meg rosszabban is. Igen. Ez a jobb a többször. Megvan? Király.
Jó van? Jó. Hoppá. Azt mondja, az messze. Így is van. Gratulálok. Köszönöm. Éj, de szép süci. Itt az a lérett környék. Jó, szép, vaskos. Gratulálok. Köszönöm. Első, fia, csak elment a súly. Melyik az enyém? Ja. Majd megmutatom mindjárt, hogy köst ki. Csak vissza kell, ugye. Aha. Oké. Visszaállítottam. Isten áldja. Isten áldja. Magát. Megjöttem, és most a profi leszel. Úgy szoktam kikötni. Volt egy ilyen hurkot. Aha. Most áthúzom itt kétszer. Aha. És ide kötök két görcsöt. Ja, görcsöt ezt nem kötöttem. Kettő biztos. Köszi. Ugyannak. Gratulálok. Köszönöm, ugyannak. Éj, de király, láttam halat. Ja, ez szokott lenni, hogy dobtam a csalival, és akkor na, reakció, és akkor leveszem utána meg. Ja, ez olyan, mint amikor fogunk egy halat valamivel, és akkor na, dobjuk másikkal. Igen. Jó, ezt mondjuk megtehetjük, hogy ezt mi már gondolom a horgászni, majd megtehetjük. Ja, jó, persze. Nyilván. Önk is van egy olyan Bévink Balázsra, hogy az egyik mondjuk belepelál valami csaliba. Aha. A másik azért sem rakja fel. Itt van, ragd már föl. Nem, bassz meg, nem. Azért sem, tudod. De verseny az nyilván úgy van. Ja, persze. Mi is úgy szoktuk, külön színnel kezdünk, külön forma, és akkor amelyikre jön a reakció, azt erőltetjük utána. Úgy van, hogy külön méret van, hogy külön méret. Ja, ja. Itt általában a kisebbszerik jönnek be azért, mert mint látod is, a kisebbszerésekből, hogy nagyon kicsi a táplálékfa. Aha. Ezeket a baba halakat teszik, amit bontottunk sülőket azokba, és ezek a szívetlen söplék vannak, ezek a kis tarok. Aha. És ugye általában én úgy gondolom, hogy a táplálék halhoz kell. Persze. Melyet kell dobni egy halér, mi? Ó, oh, ja. De mondjuk voltak akciók közben, tehát... Volt. Nekem is volt visszajelzés, csak... Egyet szerintem, egy kapást szerintem elrontottam. Azért én vagyok a hibás, meg egy nem tudtam eldönteni, hogy... Meg. Na, meg volt? Meg, de elfogott a minóra. Az igen. De miért csak azt szeretsz, ha lehetett, hogy... Ez sérült volt. Megpiercingeztem a felet. Majd kirázza. Ugye ezek a horgok, meg ezek úgy van a felelőszítő anyagból, hogy nincsen baj. Na most köthetek. Jó lesz ezzel az ujjal. Áh, visszafeszült. Nem volt meg a kapás, csak a damil tudott behullóra, és utána kipattant egyenesre. Ah. Belibbentős kapás. Na jó, hát most már add meg magad. Ügyes mentés. Egy opció volt, mert túl sűrű volt az ág. Igen. Ott behimbolimboztatom akkor. Megrántom, hogy bejön majd, ugye? Ja. Olyan, mint a fújna a szél. Te is így érzed? Jaj. Na, reggel nem tűnt. Vízszintes hós és Szent Attilával. Sziasztok! Nagyon jó az idő.
fantasztikus. Akkor kell horgászni, amikor jól esik. Mondjuk most vízszintesen esik már, de amúgy nagyon jól esik. Onnan fentről. Itt meg már így. Fantasztikus. Jó az idő. Igen. Még erre megyünk, hogy még többet fogunk, mert telhetetlen állatok vagyunk. Dobni kell? Sziasztok! Hát gratulálok! Én még nem dobtam be. Szenvedtem. El is vettem 40-es kérdőt. Gratula. Köszönöm. Ez igen. Na jó van, most már kéne horgásznom, nem nyomogni itt a csónakba. Jaj, még hogy rossz idő. Tökéletes. Peca time. Az Isten itt. Te is azt mondd? A kézmelegítés. Kézmelegítés? Két dolgás, két kézmelegítés. Én az előbb voltam, úgy mondom, még a bal kezemet itt a tekerésre egy kicsit berakom pihenni. Itt viszont érdemes behúzni egészen a csónakig. Aha. Jó. Eléggé mozgatja az elejét, nem tudsz így dobni. Tökéletes nekem, én hozzá vagyok ehhez szokva. Nem, jó így. Ez a 4-0. Még most. Pedig ugyanaz a csaling van fent. Ugyanaz, persze. Jó, gratulálok, az gyönyörű. Köszönöm szépen. Ez már 50-es megvan, mi? Hát, és itt te farokkal nézed? Hát úgy, aha. Ja, úgy biztos, persze. Ha el akarom vinni, csak akkor szoktam nézni. Amúgy. Csak 48 centi? Tökéletes. Csuka fejes. Köszi. Fúrra dobom az egészet. Meg se állok. Te még leállsz még kezet melegítgetni, meg ilyenek. Dobsz kettőt, aztán ott a hal. Na jó, de neked kell fogni halat, nem nekem. Na jó van, de hát én béna vagyok, látszik most. De, de.
Azaz. Az van szép. Gratula. Köszönöm. 5-0. Az igen. Az van, gyönyörű. Most már meg simizem. Szia. Jó, vagá, az már vagánsüllő. Na, még dobok egy utolsót. Mit szólsz? Mit? Utolsó soha, csak most. Jaj. Elég volt? Még egy utolsó? Még egy utolsó. Sose elég amúgy. Egész hétvégén tudnám dobni. Hát igen, csak azért. Ezek a körülmények nem azok a körülmények. Sajnos. Hát, azért neked öt sikerült. Igen, persze, nem is parkolok. Valamit... A porogról volt két szakítás, vagy összakadás, bevágásból. Azért nekem voltak, jó, neked is volt egy kettő azért. Ez jó, csak nem volt horgom, meg egyik se. Ja, na jó van. Koppant is. Pedig abbot kell tudni hagyni. Már meg is fog történni. Még ezt a gyökeret megdobom. Aztán tényleg ez az utolsó. Gyönyörű! Végszó! Hát, kinek mi jutott? Isten áldja! Sajnálom, basszus. Hát, nem rajtad múlott. Benne van a pakliba.
vállalat, majd azt kipakolok a garázsba. Ráfér amúgy is már erre. Csak mindig rohanás, szaladás, semmire nincs idő. Ezt már rendetlenség van a táskába is. Már minden fele van minden. Március, szoktam rendetlen.